Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a nyilas jegyében születetteknél? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy havi jóslást, a díjam 4000 forint. Először szeretnék beszámolni arról, mit üzennek a csillagok. A nyilas jegyében most nincs mozgás. Uranusz bolygó az jelenti a változásokat. Az indiai asztrológia szerint Uranusz bolygó a kos jegyében mozog, a tűz elemében. A nyilas jegye szintén a tűz eleméhez tartozik, tehát Uranusz bolygó jól hat ki. A nyilas jegyében van egy nyíl. És ez a nyíl mutatja a mi galaxiánknak, a mi tejútunknak a központját. És itt, ezen a területen vannak a kívánságok, a vágyak, az elképzelések. Ebbe az irányba kellene tekinteni. Ez olyan hasonló, mint Neptun bolygó energiája, hiszen Neptun bolygó szintén az álmokra utal, vagy művészi területekre. Neptun bolygó az a vízöntő jegyében mozog az indiai számítás szerint, szintén jól hat ki a nyilas jegyére, hiszen a vízöntő jegye a levegő eleme, a nyilas jegye a tűz eleme, és a levegő eleme és a tűz eleme barátságban állnak egymással. És most megtekintjük ezt a jóslást. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, ez a férfi a te lelki társad, de utal a férfiakra is. Itt van köztetek kapcsolat, hiszen így egy vonalban álltok a ház, ez a férfi, te, és itt a lovas férfi. Ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is, és ez lehet egy külföldi kapcsolat, hiszen ott van mellette a hajó, ami jelenti az utazásokat, vagy külföldet. Ez a lovas férfi szimbolizál más témákat is, mint azt, ami mozgásban van. Az lehet, hogy kettőtök között lesz mozgás, előre mennek az események, vagy lehet sport, autó, utazás is. A kapcsolat megvan köztetek, és ez a ház jelenthet egy közös otthont, a családot, vagy hogy szeretnétek valamit kiépíteni, óv, véd benneteket. A fölöttetek lévő kártyák utalnak a gondolatokra. A férfi feje fölött itt van a torony. Ennek a toronynak nagyon sok jelentősége van. Ez lehet egy személy, aki magas és sovány. Lehet egy férfi, lehet egy nő is. A torony jelenthet egy nagy várost is, hogy ez a ház, itt a gólya jelenti a változásokat, például egy költözködést, költözködés nagy városba. Amit a torony még jelenthet, hivatalos dolgok, és mivel itt van a közelben a pénz jelképe, a halak, ez lehet egy adóhivatal, vagy bankok, és akkor itt ez a medve azt jelenti, hogy van itt egy személy, aki döntéseket hoz ezzel kapcsolatban. Amit a torony még jelenthet, például egy bírósági ügy, ebben az esetben a medve a bírót szimbolizálja. Mivel itt egy vonalban van a koporsó, ez lehet egy örökösödési ügy is. És itt az egerek segítenek, vagy hátráltatnak.
A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit. Az egerek le tudják zárni ezt a bírósági ügyet, de az egerek el tudnak távolítani valamit az anyagiakat illetően. Ezek a kiadások. Most megnézzük azt, ha te egy hölgy vagy, hogy mik a te terveid, gondolataid, erre utalnak itt a fejed fölött lévő kártyák. Te gondolsz erre a férfira. A madarak jelentik a kommunikációt, tehát beszélni akarsz vele. Itt ez a medve lehet a főnököd vagy az apukád, de az élet erőt is jelenti. Megvan ehhez az erőt, hogy rendezd a dolgokat. Itt a csillagkép szerencsét hoz, vagy jelenthet egy spirituális területet is, és itt vannak az anyagiak, tehát rendezni akarod az anyagiakat, a hivatalos dolgokat, fontos beszélgetés ezzel a medvével, vagy fontos beszélgetés ezzel a férfival. Itt az utak jelentik a döntéseket ugyanúgy, mint ez a kereszt. Mert mindkét kártya azt jelenti, hogy oda érkeztek ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt döntésekről van szó. Ez kihat a szerelemre. Ezek a döntések kihatnak a házra, az otthonra, a szülői házra, a szomszédokra vagy a családra. Itt a gólyák jelentik a változásokat. Ez a könyv utal a tudásra vagy tovább képzésre is, de jelenti a zárkózottságot, és ez a zárkózottság kihat a szerelemre, és kihat erre a férfire, tehát ő zárkózott. Itt lesz kapcsolat kettőtök között, lesznek fontos beszélgetések, itt vannak az érzelmek, a szerelem, de ő elfordul a szívtől, elfordul a szerelemtől, tehát kezdetben nem beszél érzelmekről, de úgy október közepétől változik a helyzet, hiszen a gólyák utalnak változásokra, és akkor nyitott lesz jövőről vagy érzelmekről beszélni. Ha te egy hölgy vagy, akkor ebbe az irányba tekintesz. Előtted ott van a hold. Ez jelentheti az anyukádat, vagy az anyai érzelmeket, esetleg egy kisbabának a születését, a gólyák szintén erre utalhatnak, valaki a családban például, de a hold jelenti a mély érzelmeket is, az álmokat, a vágyakat, a kívánságokat, és a hold összeköt benneteket. A férfi egy vonalban van a holddal, te ebbe az irányba tekintesz, tehát kihat rád is, és itt álmokról vagy álmodozásokról van szó. Itt a virágcsokor jelenti ezeket a szép álmokat, de jelenti a te nőiességedet, szépségedet is. Itt is vannak változások, lehet, hogy megváltozik a külsőd októberben. Itt ez a horgony kihat a szívre, és utal egy stabil párkapcsolatra, ahol le tudsz horgonyozni. Itt a gyűrű jelentett eljegyzést, házasságot, vagy azt, hogy valaki visszatér hozzád. A horgony szimbolizálja a lunomárt kártyáknál a munkát és a hivatást is. Akkor a gyűrű a szerződéseket jelenti, a virágcsokor egy kreatív tevékenységet. Itt van a szerencse, kitisztul valami, a kutya jelenti a hűséget, a barátságokat, és itt is megvan ez a tisztaság, tehát jó baráti kör, akik segítenek, és a nap jelenti a vonzalmat kettőtök között, vagy azt, hogy kiderül az igazság, itt
Ez a park jelenti a nyilvánosságot, mások észrevesznek téged, megkapod az elismerést. Ez a férfi ebbe az irányba tekint. Itt lesz beszélgetés kettőtök között. A csillagkép jelenti ezt a szerencsét. De itt látható a kígyó, ami jelentheti a megújulásokat, a gyógyító erőt is, de itt még van hamisság, sebzett élmények, vagy valaki, aki megbántotta őt. Ebben az esetben itt egy nőről van szó, hiszen a kígyó jelenthet egy nőt is. Itt a koporsó és a kígyó együtt utalhat egy idősebb nőre, ez lehet az anyukája is. De azt is jelentheti, hogy a koporsó lezárja ezt a kapcsolatot, a koporsó lezárja a hamisságokat és az ostort eltávolítja, vagy jelentheti azt is, hogy itt régi témákról van szó, ami fáj neki. Itt az egerek segítenek ebben, hiszen ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az nincs már ott. Az egerek eltávolítják a koporsót, ezt a helyzetet, ami eddig a nyugalmas volt, amikor nem történt semmi, és várakoztál arra, hogy ő jelentkezzen. Az egerek eltávolítják a hamisságot, ezt a nőt is. És akkor itt a fa jelenti a gyógyító erőt. Mivel a fa utal gyógyító hatásra, a kígyó szintén jelentett ilyen témákat, az is lehet, nem biztos, hogy így van, de az is lehet, hogy valaki nagyon beteg a családban, a környezetben, és féltetek eddig attól, hogy eltávolodik, elbúcsúzik tőletek, és mivel itt az egerek eltávolítják ezt a helyzetet, akkor a fa azt jelenti, hogy lesz javulás, megvan a gyógyító erő, tehát nem lesz ez a nehéz helyzet ebben az egészségügyi témában, hanem itt látható akkor a gyógyulás, és itt kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek, tehát átteszi magát ez a személy ezeken a nehéz helyzeteken. Itt lesz mozgás, mellette van az utazás, külföldi kapcsolatok, ez lehet egy látogatás, vagy az is lehet, hogy ti terveztek egy utazást. Itt a felhő jelent fél évet. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt. Ezek voltak nehézségek, kihívások. Ez lezárul, hiszen a kassa elvágja ezt a kártyát, itt a kulcs lezárja ezeket a témákat, de kinyílik egy új ajtó, tehát változik a helyzet, mert lesz itt egy új kezdet. A gyermek utal egy új kezdetre, és ez biztos, hiszen itt van a pecsét, tehát ez egy biztos dolog, amit a levél még jelent, egy hír, vagy szerződések. És itt kinyílik egy új ajtó számodra, ami utal a lehetőségekre. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét október hónapban. Itt vannak hivatalos dolgok, esetleg korlátozások, de megvan az életerő, itt lesznek változások, fontos döntések, valaki beteg volt a múltban, ebben az esetben ez lezárul, itt van a gyógyító erő, ügyelj az anyagiakra, mert itt lehet veszteség vagy kiadás is. Második hét, október hónapban itt látható. Ő áll a középpontban, ő szeretne bizonyos dolgokat, hivatalos dolgokat intézni, lesznek változások, ő szeret téged, de zárkózott. Ennek ellenére lesz találkozás, beszélgetések. Itt van a szerencse, a háttérben egy hamis nő,
aki megbántotta őt, vagy meg akarja bántani őt, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt a helyzetet, az egerek eltávolítják a hamisságot, eltávolítják ezt a nőt. Harmadik hét, október hónapban itt látható, te állsz a középpontban, gondolsz rá, lesznek beszélgetések, mély érzelmekkel, ez a virágcsokor jelent egy ajándékot, egy kellemes meglepetést, itt van a munka, a szerelem, lesznek változások, az otthonodat illetően is, kicsit megváltozik a külsőd, itt van a szépséged, a nőiességed, ő visszatér hozzád, hiszen szeret téged. Az is lehet, hogy itt lesz egy közös otthon. A nehézségek elmúlnak, mert a kasza elvágja ezt, kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek is lesz. Itt egy fontos hír számodra. Utolsó hét, október hónapban itt látható a szerencse, a tisztaság, a barátságok, ez az élet öröm. A baráti körből lehet, hogy ajándék lesz, hogy valaki meglátogat, megajándékoz téged. Itt látható a nyilvánosság, az elismerés, a mozgás, külföldi kapcsolatok, valami még átláthatatlan, ami úgy fél évvel ezelőtt történt, de te ezt lezárod, itt van a gyógyító erő, és lesz egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!